Köszöntöm Önöket! A mi portánk így a nyár derekán egy igazán színes műsorral várja nézőinket. Szó lesz a viharok elleni népi praktikákról, a múltat idéző értékekről, de elsőként irány a vízpart. Oxigénszint szempontjából kielégítő a csónakázótó állapota, a vízhőmérséklet azonban a 30 Celsius fokot is megközelíti, árult el mindez Szépligeti Ferenc halőr. A szakemberek naponta végeznek különböző méréseket annak érdekében, hogy lekövessék a kánikula hatásait a tó élővilágára nézve. A szonda ugye ez megméri a sok mindent, közte a vízhőmérsékletet is. Most 31,5 itt a vízfelszín. Beszélgessünk ennek a több napja, több hete tartó kánikulának a hatáséről itt a csótónál, mennyire zavarja ez az élővilágot, milyen hatásai vannak rájuk, akár a halakra, akár a növényzetre. A csónakázótó ilyen szempontból szerencsés helyzetben van, hiszen maga a tónak a tulajdonságát, hogyha figyelembe vesszük, akkor extrém módon nem befolyásolja ez a túlzott meleg, de mindenképp figyelmet igényel, hiszen ez a túlmelegedett víz, ez okozhat veszélyeket az élővilág szempontjából. Itt gondolok az oxigén szintre, oldott oxigén mennyiségére. A halőri szolgálat ebben az időszakban, hajnali órákban méri a tónak a kifolyóján, illetve kettőnek, mert az előtározó tavat így külön kezeljük, mint tó. Mindkét kifolyóban mérünk oldott oxigén mennyiséget a kora hajnali órákban. Azt el lehet mondani, hogy az oldott oxigén mennyiség jelenleg a tóban kielégítő, nem okoz problémát, de nyilván látjuk, nézzük és figyeljük a meteorológiát, tudjuk, hogy a következő napok még ugyanilyen melegek lesznek, ezért indokolt, hogy ezt minden reggel elvégezzük. Ezen kívül végezzük napközben az oxigén telítettségi mérést, ez szintén ebben kettő információ alapján tudunk következtetni arra, hogy a tó oxigén szempontból milyen állapotban van. Jelenleg 28 fokot hőmérsékletet mérünk a vízben, de ez vízfelszín közelében 30 fokos hőmérsékletet tudtunk mérni. Ez mindenképp azt gondolom, hogy egy meleg, erre figyelni kell, de jelenleg a csónakázótónak az oxigén szempontból vizsgált állapot az kielégítő. A korábbi évekhez viszonyítva az inkább egy jó állapot, vagy inkább mondjuk rosszabb? Tekintve, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján most már a nyári időszaknak úgy álltunk neki, hogy lehető legmagasabb szinten tartottuk a tónak a vízmélységet, és készültünk a nyári hónapokra. Azt látjuk, hogy a nagy tóban naponta körülbelül fél centit csökken a víz szint, az előtározatóban pedig naponta 1 centimétert csökken a vízszint jelenleg, de mivel rendelkezünk elég úgymond tartalékkal, mert készültünk erre az időszakra, így azt gondolom, hogy amire, és remélem hamarosan megjön majd az enyhítő időjárás, addig a vízkészletekkel úgy gondolom, hogy rendelkezni fogunk, nem okoz problémát. Hogyha beköszönte egy nagyon váratlan, nagyobb mennyiségű lehűlés, akkor az hogyan befolyásolná itt az élővilágnak az életét? Hát az ugyanúgy befolyásolja, mint úgy gondolom bárkit, az egy enyhülést hozna az élővilágnak is. Úgy gondolom, hogy ez az extrém magas vízhőmérséklet egy optimálisra csökkenne vissza. Ez mindenképp jót tesz a vízi növényzetnek is, és a halaknak is. Hát ezt várjuk. Mi a helyzet a horgászattal itt a tavon? Mennyire csökkent, esetleg nőtt a létszám a horgászoknak, illetve az ő életüket mennyire befolyásolja? Több összetevő befolyásolja most a horgász jelenlétet a csónakázott tavon. Egyrészt jönnek ugye a nyári szabadságolások, illetve az iskolai szünet. Ennek eredményeképpen mindenképp több horgász jelenik meg a vízparton. Viszont ez a rendkívül magas hőmérséklet,
ez gondolom az embereket egy kicsit otthon tartja, nagyon helyesen, és javaslom is, hogyha vízpartra jönnek, akkor inkább a fás területeket, az árnyékos területeket válasszák. Veszélyes nagyon ez a magas hőmérséklet, illetve az UV-sugárzás, illetve hát itt van a Futball Európa Bajnokság, ez mindenképp mindig befolyásolja a horgász jelenlétet, ilyenkor a horgásztársak nagyon helyesen a hűvösszobában inkább a futball meccset nézik, és teszik ezt nagyon helyesen. Leengednénk ott a zsilipről, hát ott megy lejjebb, látod? Már 30 alá megy. Maradunk még kicsit a vízparton. 24 órás pontyfogó kupának adott otthont a Csónakázótó nemrégiben. Az esemény célja az volt, hogy a horgászok közös hobbiuknak hódolva kapjanak lehetőséget az ismerkedésre is. A programra a kanizsaiak mellett Sopronból, Szombathelyről és Zalaegerszegről is többen érkeztek. A kupát először tavaly tartották meg hagyományteremtő céllal. Ezúttal az Rényi Horgász Egyesület szervezte, és mint a Szépligeti Ferenc elnök elárulta, számos versenynek adott otthont az év során a Csónakázótó. Ennek ellenére azt látja, a résztvevők szinte nem is ismerik egymást. Mint mondta, a horgászok személyesen alig találkoznak, a kupával pedig szeretnének ezen változtatni. Ennek kapcsán hozzátette, a legutóbbi programot azonban több alkalommal is közös étkezésekkel szakították meg a résztvevők. Az idei évben, a tavalyi év sikere után ismét a Zrínyi Horgász Egyesület megrendezte a 24 órás pontyfogó kupát. Nagyon nagy érdeklődéssel, hiszen 50 fő fogadására rendeztük a versenyt, és ez nagyon hamar betellett. Úgyhogy a mai nap igaz, hogy egészségügyi okok miatt ketten kimaradtak, így 48-an ülnek a vízparton, itt a Csónakázótó tavon, és horgásznak versenykörülmények között. A versenynek ugye érdekessége, hogy a Csónakázótó helyi horgászrend az érvényes. A versenyre egyetlen kitétellel, hogy csak a ponty faj számít bele az értékelésbe. Nagykanizsai horgászok vannak zömében, ezen kívül érkeztek a régióból is, Sopronból, Szombathelyről, Zalaegerszegről, úgyhogy a Csónakázótó tavat ugye most már nagyon sokan ismerik, népszerű nem csak helyi szinten, hanem most már mondjuk, hogy országos szinten is. Említetted, hogy tavaly kezdődött, de mi volt a motivációja annak, hogy ez elinduljon? Ugye ez, itt évközben a tavon most már számos horgászverseny van, mégis különböző ez a verseny picit a többitől. Ennek a versenynek van egy olyan fajta feladata, hogy a Csónakázótó tavon horgászó emberek rengeteget tudnak egymásról a social médiában, internetes felületeken, látják egymás ténykedéseit, a fogásokat, de nagyon kevés esemény vagy lehetőség van arra, hogy személyesen találkozzanak a horgászok egymással. Ez a mai verseny arról szól, arról hivatott, hiszen a 24 órás verseny kétszer meg van szakítva egy-egy vendéglátással, tehát az ebéddel, vacsorával, reggelivel, tehát összesen 3 alkalommal, hogy le tudjanak ülni egymáshoz a horgászok egy asztalnál, és ne csak a médiából, a social médiából, hanem személyesen is ismerjék egymást, és ezek a személyes kapcsolatoknak az ápolása azt gondolom, hogy nagyon fontos a horgásztársadalomon belül, tekintve, hogy a horgásztársadalom Nagykanizsán talán a legnagyobb ilyen civil szerveződés. A déltől délig tartó verseny első napján már a kora délutáni órákban javában zajlott a mérlegelés. Forgatásunk idején a hármas állomás helynél egy 6900 grammos pontja kapott a horogra, de több horgász is büszkélkedhetett egy-egy nagyobb példánnyal. 7990. Somonyi Balázs, a Szúnyog Horgász Egyesület alelnöke a kupa fejlődését említette stábunknak. Kiemelte, a tavalyihoz képest idén jóval nagyobb az érdeklődés. Mekkora sikere van ennek? Ugye szóba került, hogy tavaly volt az első, hogy alakul az érdeklődés? Egyre jobban. Tavaly még, ha jól emlékszem, akkor ilyen 30-40 fő között voltunk valahol, az idén pedig már teltházas volt a verseny. Illetve nem teljesen teltházas, mert azt hiszem egy vagy két ember visszamondta a végére, de lezárták a nevezést. Teltházas az mit jelent? Hány főre kell gondolni? 50 fővel. És mi a tétje ennek a napnak? Hát igazából ez egy baráti horgászverseny, és hát ki fogja a legtöbb halat. Ez a cél. Legtöbb pontyot nem halat. Jól tudom, akkor ez egy ilyen 24 órás kupa. Ez mit jelent pontosan?
Hát 24 órás így van, hogy most déltől holnap délig fogunk horgászni. Egy másfél órás megszakítással vacsorázunk, és egy 1 órás megszakítással holnap reggelizünk. Összesen 50-en jelentkeztek a kupára, és végül 48-an horgáztak együtt a csótónál. A szervezők célja az, hogy a programot ezután minden évben megszervezze az egyik egyesület, az idei ez hasonló sikerrel. Vissza is engedhetem, ugye? Aha. A tópart után a Szántóföld irányába vezet utunk. A végéhez közeledik az Aratás térségünkben is. Az idén rekordkorán, június derekán indultak el a munkagépek a földekre. A termés mennyisége viszont elmaradt az átlagtól, a minőségén az éréskor hullott nagy mennyiségű csapadék rontott, és sajnos tűzeset is volt Zalában az aratással összefüggésben. Összeállításunk e témákat járja körül. Június utolsó napjában Palin határában járt stábunk, a Kuti család gazdaságánál, ahol akkor éppen bálázás zajlott, mely egy ugyanolyan fontos munka, mint az aratás. Jelenleg szénabetakarítás folyik, a bálákat hordjuk be a telephelyre, nagyon kedvezett az időjárás az idén a szénakészítéshez, tehát nem kellett plusz munkákat végezni, azért, hogy jó minőségű bálák készüljenek. Télen, mint tudva levő, az állatokat nem lehet kihajtani a legelőre, ugyanis limozin fajtájú, szabadtartású szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozunk, és nyáron nagyon szeretik a legelőt, a legelőn biztosítják a táplálékot, de télre arra be kell készülni, télen nem lehet nekiállni szénát készíteni, gondolom ezt mindenki tudja, és a jó minőségű szénát azt ugyanúgy szeretik, mint más. Tehát ezért fontos most éppen ez a munkafolyamat, hiszen kedvez az időjárás is, hogyha jól gondolom. Igen, az időjárás nagyon kedvezett a szénakészítésnek, meg lényegében az összes mostani munkának kedvezett az időjárás. Most a prognózisok egy kicsit rosszabb időt mondanak, holnapi nap folyamán szerettünk volna nekiállni a repszaratásnak, hát az időjárástól függően, időjárás teszi ezt majd függővé, hogy lehet-e vagy nem lehet. Országszerte azt lehet hallani, hogy rekord korán kezdődik majd az aratás. A ti gazdaságotokban erre mit lehet válaszolni? Hát az nem mondhatnánk, hogy azért nagyon rekord korán, még az mostani időjárástól is ez függni fog majd. A repce elég nagy meleget kapott a március hónapban, tehát az a virágzásnak nem a legjobb volt, nem ágaztak el a tövek, tehát lényegében nem biztos, hogy olyan nagy rekordtermés lesz az idén, amire esetleg lehetett a télen jó átteleltek a növények, hogy ezután lehetett számítani. A többi növényről beszéljünk, milyen fejlődési stádiumban vannak? Hát most már a repce aratás után a buza is már úgy néz ki, az a korábbi fajtákat, azt most már egy hét múlva már lehet aratni, betakarítani. Hát annál is a terméskilátások egy picit talán magasabbaknak tűnnek, mint tavaly, de hát ezt majd az első táblán lévő munka elvégzése után tudunk biztos számot mondani. A mezőgazdaságban dolgozóknak mi a legnagyobb ellensége, az időjárás, vagy éppen a piaci dolgok? Hát a dolgozóknak jobbára az időjárás, a tulajdonosnak, meg hát lényegében a gazdálkodónak, annak pedig lényegében a piaci összetevők is nagyon sokat számítanak. Tehát nem mindegy, hogy mikor szerződök le, mikor adom el, kinek adom el. Tehát nagyon nagy kockázat van bent. Az aratásnak vannak veszélyei is. Sajnos nem múlik el egy esztendő sem anélkül, hogy ne történne tűzeset ebben az időszakban. Pedig tűzvédelmi szempontból nagyon komoly előírások és szabályok kötelezik a gazdálkodókat. Elsődlegesen ugye aratási előtt egy szemlét kell tartani a munkavédelmi felelősnek, meg ahol ugye van a gazdaságban kombájn, ott ugye a tűzoltóságot és bizonyos gépszem felett ki kell hívni, katasztrófavédelmet. Mi is minden traktoron és a pótkocsin is van egy poraloltó készülék az előírásoknak megfelelően. Pótkocsikon van egy lapát is, mert sokszor van olyan tűz, amit ugye meg lehet fékezni egy kis homokkal vagy földdel rászorni, stb. Ezekre nagyon oda kell figyelni, hogy a tűzoltó készülékek ugye azok legyenek érvényesítve, ezeket évente kell érvényesíteni, bizonyos időszakonként nyomást próbázni. Mindenki fontos, hogy olyan megfelelő tűzoltó készülék legyen, ami rendszeresen, vagy lehet használni megfelelően. Amire még oda lehet figyelni, hogy megelőzzük a tüzeket, mondjuk ugye a műszaki állapota megfelelő legyen a betakarító bálázógépeknek,
gondolok itt akár a csapágyra, stb. Láncokra, de sajnos még hogyha a legjobb elővigyázatosság mellett is előfordulhatnak ugye tűzesetek. Ugye dohányzásra oda kell figyelni konkrétan, traktoros nem szórja ki a csikket a táblára, stb. Úgyhogy ez mindenképp fontos. A betakarításnál ugye elővigyázatosnak kell lenni, az emberi és a gépre is nagyon kell vigyázni. A mezőgazdasági munkagépek kifogástól a műszaki állapotát hangsúlyozta az Zala-vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője is. Az idejében szerencsére túl sok mezőgazdasági munkagép tűzesetünk nem volt. Az idejében eddig csak egy ilyen. Június 26-án délután Nagypanizsa külterületén Móriczhely pusztán egy traktor szárzúzást végzett, motorteréből füst csapott ki, majd lángok, Kanizsa hivatásos tűzoltók oltották el a tüzet, és ütötték vissza a felhevült fémalkatrészeket. 2023-ban 5 ilyen esetünk volt, tehát 5 mezőgazdasági munkagép égett, ebből 2 volt összefüggésben az aratási munkálatokkal, annak az utómunkálataival. Körbála készítés folyamata közben gyulladtak ki a bálázógépek, tehát szalma körbálákat készítettek. Ezen kívül mezőgazdasági munkagépet érintő tűzünk tavaly nem is volt, csak ez az 5. És akkor mire hívnám fel a figyelmet? Ugye mondtam a kifogástalan műszaki állapotot. Itt 2 dologra kell nagyon-nagyon odafigyelni. Az egyik az üzemanyag ellátó rendszer és a hidraulika ellátó rendszerek. Ugye ezeknek a vezetéke el szokott öregedni, és a kifolyó üzemanyag, vagy kenőanyag, vagy hajtóanyag, hogyha felhevült részre, kipufogó rendszerre, motorblokkra ráfolyik, szokott tüzet okozni, lángra kapni. Ilyenkor nagyon gyors tűzterjedésre lehet számolni. A másik, ami jellemzően problémát szokott okozni, ez a forgóalkatrészek, ezen belül főleg a csapágyak meghibásodása az szinte borítékolható tűzkeletkezési ok. Tehát ezeknek a megfelelő karbantartása az nagyon-nagyon elkerülhetetlen, és az időszakos cseréje, hogyha indokoltá válik. Az idei aratási szezon konkrét eredményeiről, a termésmennyiségről és minőségről egy későbbi magazin műsorunkban számolunk be. A nyár, az aratás, a kánikula és a forróság mellett a nagy viharok, a dörgés, villámlás időszaka is. Ezektől a viharoktól elődeink is féltek, és természetesen megvoltak a saját praktikáig arra vonatkozóan, hogyan védekezzenek a helyenként nagy károkat okozó mennydörgés ellen. A mennydörgős ménkű, vagy veri az ördög a feleségét. Ilyen és ehhez hasonló mondásokkal szinte biztos, hogy mindenki találkozott Zalában. Gyanó Szilvia, a Túri György Múzeum lelkes néprajzkutatója volt segítségünkre abban, hogy kiderítsük egy-egy fogalom mit is jelent, illetve milyen tárgyi eszközök maradtak fenn a viharok előzésével kapcsolatosan. Nyáron nagyon kellett félni a jégesőtől, a villámlástól, a zivatartól, a felhőszakadástól, és természetesen különféle népi praktikák voltak, hogy lehet ezeket megakadályozni. A ménkű az tulajdonképpen az a kő, ami akkor keletkezik, amikor lesújt a villám, és ezt ott lehet megtalálni. Ugye a régi emberek látták, hogy egyet lesújtott a villám, a környéken találtak ilyen lyukas, csiszolt kőeszközöket, és úgy gondolták, hogy ezek a mennykövek, vagy ménkűvek, ugye tulajdonképpen ezek igazából valószínűleg, hogy neolitkori kis kőeszközök voltak, de ezeket eltették, lehetett vele gyógyítani, és lehetett villámot hárítani vele. Még azt is megkülönböztették, hogy melyik volt a mennydörgös ménkű, melyik volt a tüzes ménkű, tehát még ahány forma volt, annak annyiféle neve volt, és hát ezeket eltették. Egyébként úgy gondolták, hogy ahova egyszer a villám odavágott, oda nem fog még egyszer. Tehát ahol megtalálták ezeket a mennyköveket, ha odaálltak, oda biztos, hogy nem sújtott belejük többször a villám. És haladjunk akkor tovább sorra, hiszen láthattunk itt nagyon sok olyan múzeum által őrzött növénymaradványt, tárgyat, ami szintén talán távol tartotta, vagy mit is kellett vele csinálni, hogy be ne vágjon az én házamba a villám? Ugye különféle jeles napokon voltak a szentelmények. Szentelt barka, az úrnapi szentelt
ág, vagy szentelt virág, amit az úrnapi sátorból szedtek, vagy például a szentelt csont. Tehát ezeket a szentelményeket el kellett rakni. Ugye addig, amíg zsubfedeles házak voltak, addig többnyire az eresz alá, más néven ragalá tették őket. Ezek általánosan védtek a villámtól, a jégesőtől, tűzvésztől és mindenféle rontástól. Ugye ilyen volt a húsvéti szentelt sonkának a csontja, Kerecsényedit például az egyik háznál 10-valahányat megszámolt, tehát 12, 15, 16 is lehetett egy háznál. Ilyen volt az úrnapi sátorból származó szentelt gaj, és a szentelt barka, az is egy ilyen általános rontás, villámrás elleni és mindenféle rossz idő elleni eszköz volt. De ha mégis jöttek a csúnya fellegek, na akkor lehetett ezekhez hozzányúlni, és például meggyújtották a szentelgyertyát, nyilván szentelgyertya mindenkinek volt otthon, gyertyaszentelőkor azt megszenteltették a templomba, hát az bármikor kellhetett, és ilyenkor jöttek a ronda fellegek, meggyújtották a szentelgyertyát, egy szem szentelt barkát elégettek a lángjánál, vagy az úrnapi szentelt sátorból származó virágot elégettek a lángjánál, illetve amikor még nyitott tűz volt az otthonokba, akkor oda például bedobták a szentelt csontot, ugye a húsvéti szentelt csonkának a csontját, vagy oda bedobták ezeket a szentelt gajakat, és úgy gondolták, hogy ennek a füstje feloszlatja azokat a ronda fellegeket. De természetesen imádkoztak is, tehát különféle módon, tehát az biztos, hogy szentelt gyertyánál imádkozás az megóvja a házat, de volt, aki elbújt, tehát vannak ilyen adatok, hogy mondjuk a mellékhelyiségbe bezárkoztak és ott imádkoztak. Az én nagymámám az a Dunna alá szokott bebújni, és ott imádkozott, de másik praktika, ami biztos, hogy régebben, de talán még van, ahol most is, ha jönnek a ronda fellegek, és mondjuk jégesőt is várnak belőle, harangokat meghúzni. Tehát ugye régen az, hogyha látták a fellegeket, akkor rögtön ment a hír a faluba, hogy gyorsan meg kell húzni a harangokat, mert hogy azok feloszlatják azokat a ronda jégesőt okozó fellegeket. Ahol nem volt templom, ott is volt harangláb, vagy a szőlőhegyeken a högyharang. És például a hegypásztornak, vagy más néve hegyőrnek az egyik feladata az volt, hogy hogyha jégesőt várnak, vagy jégeső látható az égen, annak a fellege, akkor meg kellett húzni a högyharangot. És akkor mindenképpen beszéljünk még arról, hogy nem véletlenül van itt az asztalon ez a kis balta, a szekercel, fejszel, nem tudom a pontos megnevezését, hogy micsoda is, hiszen a vas dolgokkal kapcsolatban is volt nagyon sok hiedelem, ami szintén a viharokkal kapcsolatos. Kétféle elképzelés van. Egyrészt a vas az véd. Mindenféle mágikus védelemre jó, minden rosszat távol tart, a villámot is, ez az egyik elképzelés, a másik pedig, hogy a vas az oda vonza a villámot. Tehát kétféle dolog van, attól függ, hogy ki melyik környéken lakott, minden vasat ki kellett dobni a házból, még az evőeszközöket is. Vigyázni kellett, hogy nehogy vas, például bicska legyen valakinek a zsebébe, mert úgy képzelték, hogy akkor az oda vonza majd a villámot. De másik elképzelés szerint pedig ilyenkor a vas véd, például fejszével vagy baltával oda szoktak belecsapni egy nagyot, ahol keresztezték egymást a gerendák, mert úgy gondolták, hogy ezzel elhárítják, ugye egyszer már oda csaptak, többet nem fog oda csapni semmi, a villám sem. Végezetül pedig beszéljünk a bizonyos ördögről, akinek nagy szerepe van ilyenkor a villám csapásokról, illetőleg a viharokban. Milyen szerepe is van, hogy ő hol is van, hova vág be a villám? Tehát a villám az ördögöt keresi. Ahol az ördög van, oda fog csapni a villám, mert hát a villám az ördögöt keresi. Nagyon kell vigyázni például a terhes asszonyokra, mert ők nagyon nagy veszélynek vannak kitéve villámlás idején, meg az ilyen csúnya idő idején. Ugye az ördög eleve hozzájuk próbál férkőzni, és azért, hogy ezt ne tudja megtenni az ördög, ezért szokták keresztbe felkötni a kötényüket ronda idő esetén, és akkor nem tud hozzájuk férkőzni az ördög, és akkor nem tud beléjük csapni a villám. De azért is vigyázni kellett, mert hogy ugye megijednek a terhes asszonyok, és például, ha megijedtek egy villámcsapástól, akkor hasított lett a gyereknek a szája. Gyanó Szilvia elmondta, érdemes a rokonságban, a szomszédoknál, nagymamáknál kérdezgetni, milyen hasonló praktikákat alkalmaztak ők a viharok ellen, hiszen ahány ház, annyi szokás, és a beszélgetések során bizony nagyon sok érdekességet lehet megtudni az elődöktől. Régi korok emlékeit, használati tárgyakat, fotókat és dokumentumok egész gyűjteményét vonultatja fel az a kiállítás,
amely nagyrécsén nyílt meg a helyiek és a Túri György Múzeum, valamint egy pályázati támogatás jóvoltából. Most egy virtuális tárlatvezetésre hívjuk Önöket. Csodálatos régi emlékek kerültek elő, egy-egy képet elnézve még mi, a falubeliek is csak találgatunk, hogy ki kicsoda lehet, mondta el előjáróban Laskai Béla a kiállítás megnyitóján. Nagyrécs a polgármestere hangsúlyozta, az utóbbi években nagyon sok régi emlék, tárgy, használati eszköz eltűnt, ezért van nagy fontossága az ilyen értéktárak létrehozásának. Nagyon fontos az, hogy megmozgassuk azokat az embereket, akiknél még vannak olyan képek, emlékek, tárgyak, eszközök, amiket a múltban használtak, ami a múltat idézi, mert múltunk egyben a jövőnk is, hogy így fogalmazzak. És ez nagyon fontos. Ez egyrészt az identitásunkat is erősíti, az együtt gondolkodásunkat is erősíti, és tovább tudjuk adni a múlt emlékeit, tapasztalatait, gondolatait, szépségeit a jövőnek, a jelenlegi generációnak is. És ez egy nagyon fontos dolog, mert ezáltal egy történelmi folytonosságnak lehetünk a szemtanúi és részesei is. Viszont, hogyha én jól tudom, akkor itt Nagyrécsén nagyon sok aktív falubeli is van, aki tesz ezért. Igen. Hát elsősorban a kultúrosunkat, hadd említsen meg az Ágotát, aki bent van különböző csoportokban, énekcsoportokban, akik szintén egy olyan közösség, amelyeket lehet mozgósítani, és akik ugye a létszámmal is kifőleg az szinte az egész falut behálózzák, és ezáltal egy ilyen aktív közösséget tudnak formálni, tehát nagyon nagy segítség ez nekünk, és hát reméljük, ez így is fog maradni. Pár héttel ezelőtt Magyar Szerdahelyen nyílt meg egy hasonló értéktár kiállítás, a két településen szinte ugyanaz a pályázati konstrukció nyújtott támogatást a megvalósításhoz. Nagyrécsén a tárgyak és fényképek mellett korabeli iratok és dokumentumok kerültek elő a lakosságnak köszönhetően. A gyűjteményt a Túri György Múzeum kollektívája dolgozta fel. Itt Nagyrécsén is nagyon sokat köszönhetünk az itteni embereknek, a falusiaknak, akik összegyűjtötték az értékeiket, összegyűjtötték a helytörténeti értékeiket, nagyon fontos dokumentumokat, iratokat, fényképalbumokat hoztak be, és került ez Kunics Zsuzsanna történész muzeológus értő kezei közé. A néprajzi anyagot Janó Szilvia néprajzkutató rendezte, és kereste meg egyrészt a múzeum gyűjteményében is a Nagyrécséről származó gyűjteményi anyagokat, így például a házi pálinka főzés hagyományaihoz kapcsolódó pálinkás fazekat, vagy azt a gyönyörű hímes tojást, ami Nagyrécséről került be a múzeumba. Másrészt pedig láthatjuk itt azokat a régi népi tárgyakat, amelyeket a nagyrécséiek hoztak, és mi kiállítottuk. A dokumentumanyag kapcsán, ahogy polgármester úr is említette, létrejött egy digitális gyűjtemény, amelyet Várnagy Veronika és Hol Zoltán, a múzeum munkatársai szkenneltek be olyan minőségben, hogy azt a múzeum is tudja használni, és a nagyrécseieknek is bármikor most már ez a dokumentumanyag, amely a falujuk történetével kapcsolatos, irat és fényképanyag, képeslapok, ezek mind a rendelkezésükre állnak, úgyhogy akár az iskolában, az iskolai oktatásban, akár egy-egy egyetemista a szakdolgozatában visszaköszönhetnek ezek a dokumentumok, és a Túri György Múzeumnak a további tudományos feldolgozásra is rendelkezésre állnak, úgyhogy ebből mind a Nagyrécse polgárai, mind a Nagyrécse közössége, és mi magunk a Túri György Múzeum is profitáltunk, és nagyon örülünk ennek az együttműködésnek, és köszönjük szépen polgármester úrnak, Salamonné Áginak, és annak a közösség azon tagjainak, akiket most név szerint azért nem sorolok föl, mert nem szeretnék valakiket kihagyni, de azoknak a családoknak, akik értékeikkel hozzájárultak ehhez, hogy a mai napon itt ezt a kiállítást megnyithassuk, és hogy nézegethessük ezt a digitális gyűjteményt a jövőben. A kiállításra számos olyan helyi lakos is ellátogatott, aki hozzájárult a gyűjteményhez, sőt szomszédait, az idősebb utcabelieket is mozgósította, a régi tárgyak és iratok napvilágra kerülése érdekében. Belőlem végtelen jó érzéseket hoz elő, hiszen a tárgyak között a szüleink és az ő korosztályuk képeit és tárgyait láthatjuk, valamint vannak olyan tárgyak már sajnos, amik a mi korosztályunkból való, ugyanúgy fényképek, amiken osztálytársaink, azok szülei, aztán a színdarabokat, ahol a színdarabokról készült képek, ahol a
szüleink és rokonaink szerepelnek. A kiállítás nagy részén a kastélyépületben, a nagyteremben látható. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!